Sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit innen a fóliából. Szedek néhányat ezekből a szép kis kápiákból. Hát olyan 6-7-et szedtem le, és ezekből fogunk most egy nagyon finom savanyúságot készíteni, de nem ilyen nagyon modern valamit, hanem olyan régiesen, erdélyesen, ahogyan mi szoktuk azt készíteni. Gondoltam, megmutatom. Sima sült paprikáról van szó, de nem ezzel a modern olívaolajos, fokhagymás, nem tudom milyen verzióval, hanem a klasszikus, hagyományos sült paprikát. Hát akinek kedve van, tartson velem, megmutatom, hogy szoktam készíteni. Na hát a sztori úgy kezdődik, hogy hidegvízzel alaposan leöblítjük őket, előveszünk egy jó nagy tepsit, amiben beleférnek, ahol beteszünk egy sütőpapírt, és a paprikákat ráfektetjük. Oké, de még annyit, hogy igazán finom ez úgy volna, hogyha kint grillen sütnénk, de na, én most tényleg csak kis sült paprikát akarok itt a húsok mellé készíteni, szóval ennyi, nem gyújtok tüzet. Ha sütnénk valamit tűzön, akkor biztos, hogy grillen készíteném el, de hát így csak simán a sütőbe lesz készítve. A grillen kapna egy kis finom füstös ízt, az nagyon jól áll neki, de hát így is nagyon finom lesz. Nem kell megszurkálni, és ahogy látjuk, a kocsányát se szedem ki, sőt a szárát is csak épp egy kicsit rövidebbre vágom, de rajta hagyom, azzal együtt sütjük így, ahogy van. 200 fokra legalább fel kell hevíteni a sütőt, minél forróbb, annál jobb. Betenni a paprikát, és gyakorlatilag feketére kell pirítani. Amikor már jól megpirult, akkor át kell fordítani, hogy a másik oldala is egy kicsit lepiruljon. Nem baj, ha egy kicsit olyan túlsültnek tűnik a dolog, mert a héja le lesz húzva úgyis. Szóval most én bekapcsolom a sütőt, melegedjen, és aztán beteszem a paprikákat. Most azért nem szoktam, de most megpróbálom az időt is lemérni, hogy 200 fokos sütőbe nagyjából mennyi időt vesz igénybe. No, hát végül 250 fokra tekertem a sütőt, letelt egy kb. 15 perc, lassan mind a két oldala tökéletes lesz, látjuk, hogy ilyen szép pirosra sül. De még van egy-kettő, amiknek kell egy kicsi, úgyhogy még egy 5 percre vissza fogom tenni, hogy azok is megfelelően átsüljenek. De egy max 5 perc annyi elég lesz. Jó, hát nem kell megijedni, hogyha ilyen pirosra van sütve, még 5 perc is kész. No kérem, tökéletesen megsült a paprika. Kivesszük. Ezután most ez nekem kb. Egy ilyen 20 perc. Percbe került. Egy fóliával lezárom. Ez azért kell, hogy a pára benn maradjon. És nyugodtan hagyjuk legalább egy fél órát pihenni, hogy tudjuk majd kézzel fogdosni, mert most nagyon forró. És közben itt a párában szépen le fogja dobni a héját is. No, lefelt kb. Fél óra. Félrevesszük a fóliát, és a paprikáinkat. Látható, hogy már magától is elvált ez a külső bőre. Ezeket is szépen lehámozzuk. Hát én egy kicsit gyorsítva mutatom. Meg vannak tisztítva a paprikák, na innentől fogva több lehetőségünk van. A verzió. Készítünk rá ilyen fokhagymás, olivás, ultramodern, nem magyaros valamit. B verzió. Magyaros, savanyú salátát készítünk belőle. Ehhez csak egy öntet kell, ugye, amit úgy kell ráönteni, szerintem úgy a legjobb, hogyha 30-40 perccel fogyasztás előtt.
Azt fogom én most mindjárt megcsinálni, meg is fogom mutatni. De egyelőre annyit, hogy ezen a ponton a paprikát be lehetne tenni zacskóba és lefagyasztani télére, simán. És bármikor elővesszük, leolvasszuk és elkészítjük rá ezt a kis levet, amit mindjárt mutatok, és télen is bármikor nagyon finom. El is lehet tenni üvegbe, aki úgy szeretné, akkor már kell rá készíteni egy ilyen kis marinádot, akkor nem árt egy kis tartósítószert is belevinni. De ez a fagyasztott módszer, amit az előbb mondtam, tényleg garantált, és semmit nem kell csinálni, csak innentől fogva ezt lezacskózni, és kész. No, megmutatom, hogy készül az öntet. Na, jöhet az öntet. Hát ezt nem nagyon szoktam mérni, de most a videó kedvéért ide tettem 8 deci vizet. És akkor a videó kedvéért most így visszamérem. 1, 2, 3 kanál cukorral indítunk, de majd ugye a végén megmondom, hogy pontosan mennyi volt a jó. Ugye ezt mindig kóstolgatni szoktam. És akkor 1, 2, 3 kanál 9%-os ecet. Ezt alaposan most elkeverem, amíg feloldódik a cukor, rákóstolok, és aztán megmondom, hogy ez így jó-e, vagy még kell bele, és aztán mondok egy ilyen végső, úgymond receptet, ízélményt. Közben itt oda tettem egy bográcsot is, úgyhogy kicsit kormos a kezem, de hát, na hát kajálni kell. Na, ezt összekeverem, aztán megmondom, hogy ez így jó volt-e, vagy még kell bele valami. Na hát azt kell mondjam, hogy ez így jó, és akkor még annyi megy bele, hogy egy olyan jó púpozott kiskanál só. Egy púpozott kiskanál só, tehát akkor jó lesz ez így. Szerintem az ízem, az íze így tökéletes, tehát a 8 deci vízbe 3 evőkanál 9%-os ecet, 3 evőkanál cukor és egy púpozott kiskanál só. Na és kérem szépen, ez ha feloldódott, akkor öntjük rá. Közben itt a bográcsba fő a leves, a sütőbe sül a hús. Annyit kell ráönteni, hogy ellepje. Maradék még maradt egy kis uborka salátának. Hát ennyi lenne, ezt akartam volna megmutatni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a legközelebbi viszontlátásra.